Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják. Köszöntöm nézőinket! A bruttó hazai termék, azaz a GDP az előzetes adatok szerint 4,4%-kal nőtt az idei első negyedévben, az előző év azonos időszakához képest, közölte a KSH. Ez a várakozásoknál jobb adat. A GDP tavaly az első negyedévben 6,5%-kal nőtt, az év egészében pedig 5,2%-kal haladta meg az 1999. évi szintet. A bruttó hozzáadott érték volumene az iparban továbbra is emelkedett, de a növekedés az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva kisebb mértékű. A szolgáltatásban viszont nagyobb volt a bővülés, mint tavaly. Ez egyben a fogyasztás erősödésére is utal. Jelentős, 5,3%-os volt a növekedés a beruházások tekintetében is. Lezárult az első fél év konjunktúra felmérése a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. Folyik a beérkezett adatok feldolgozása, a legfrissebb felmérési eredményekről június második felében tud beszámolni a gazdasági önkormányzat. Baranya megyéből mintegy 250 kérdőív érkezett be. Ez megfelelő mintát jelent ahhoz, hogy a gazdaság egészére vonatkozó megállapítások mellett több szempontból is értékelni lehessen a vállalkozások jelenlegi helyzetét és a várakozásokat. A 2001. év legígéretesebb fiatal vállalkozója pályázat területi elődöntőjét Pécsett tartották. A megmérettetésre olyan 18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhettek, akik 2000. április 1-je után indították vállalkozásaikat. Az előválogatás során kiválasztott 10 pályázatból az első 3 helyezett jutott be az országos döntőbe, melyet június 28-án tartanak majd Budapesten. Az Életpálya Alapítvány 1993-ban alakult azzal a céllal, hogy fiatal vállalkozóknak szakmai segítséget nyújtson üzleti terveik megvalósításában. A szervezet évente kiírja a legígéretesebb fiatal vállalkozó című pályázatát, melyen pénzjutalmakkal díjazzák a legsikeresebb pályamunkákat. Ez évben 95 üzleti terv érkezett. Igazából nagyon kreatívak a fiatalok, miután azt vizsgáljuk, hogy ki a legígéretesebb fiatal vállalkozó, ezért egy bizonyos szempontrendszer alapján megpróbáljuk a legműködőképesebb, legpiacképesebb és esetleg különleges ötletet tartalmazó pályázatokat kiválasztani az országos döntőre. A Baranya megyei vállalkozói központ egyik alaptevékenysége a vállalkozás fejlesztés, így természetesen programjaiból a fiatal vállalkozók sem maradhatnak ki. Az Életpálya Alapítvánnyal 6 éves szoros kapcsolatban állnak. Évente egyszer egy országos vetélkedőt szervez az Életpálya Alapítvány, és ennek a területi előkészítését, és most ebben az évben harmadszor a vetélkedőt, elődöntőjét is megszerveztük. Nagyon jó üzleti terveket írtak, és nagyon ötletes vállalkozói ötletekkel álltak elő. A zsűri véleménye szerint színvonalas, jó verseny volt. Az idei területi elődöntő első helyezettjei egy pécsi egyetemi kávézó, a Café Paulus tulajdonosai lettek. A két fiatal 1994 óta dédelgetett álma volt az önálló vállalkozás, melyet végül 2000. december 6-án nyitottak meg. Teljes mértékben ugye nem tudtam finanszírozni a Café Paulusnak a kialakítását, ezért rengeteg pályázatot küldtünk ki Judittal együtt cégekhez, hogy próbáljunk pénzt összeszedni, és több hosszú távú szerződést is kötöttünk emiatt, és hallottam erről a mikrohitelről, Baranyai megyei vállalkozásfejlesztési központban a mikrohitel lehetőségéről, ahol jóval kedvezőbb kamatfeltételekkel lehetett pénzhez jutni, mint egyéb pénzintézeteknél, és hát én innen felvettem 3 évre kölcsönt. Na most ezt folyamatosan törlesztem vissza havonta, és a mikrohitel alapítvány keresett meg engem, illetve küldte ki az Életpályának a pályázatát, amiben ez szerepelt, hogy ha akarunk, akkor május 15-ig adjuk be ezt a pályázatot, és induljunk el ezen az úgymond versenyen. Kaptunk egy ilyen példát, ezt mindenki megkaphatta, aki jelentkezett erre a pályázatra. Ez egy konkrét példa volt, egy konkrét dolgozat példájának bemutatása, illetve instrukciók, hogyan írjuk meg ezt a dolgozatot. Voltak különböző fejezetek, mint a marketing tevékenységek, akkor piacelemzés, konkurenciakutatás, konkrét pénzügyi kimutatások,
és hát ezek alapján kellett megírni. És mindent bele kellett írni természetesen, amivel eddig foglalkoztunk, és arra nagyon kellett törekedni, hogy mindent nagyon röviden, hiszen a zsűrinek nem volt túl sok ideje ezt olvasni. És úgy érzem, hogy a dolgozat minősége is mutatja azt, hogy most elsők lettünk. Az országos döntő június 26-án Budapesten lesz, ahol a Café Paulus üzleti terve is nagy eséllyel indul majd. De természetesen egy vállalkozás sikerét nem egy pályázat mérheti le igazán, hanem az élet mutatja meg majd annak létjogosultságát. Gazdasági hírműsorunkat, a Mérleget látták. Gazdasági információkat teletextünk 260. oldalán, valamint internetes honlapunkon is olvashatnak. Kérdéseiket szerkesztőségünk képernyő látható címére várjuk. Írjanak nekünk és nézzenek bennünket a hírórában, a híradó után.